Sziasztok! Ismét egy nyári különkiadásra jelentkezem, és ezúttal egy olyan könyvet ajánlok a figyelmetekbe, ami valószínűleg inkább az idősebb korosztály számára lesz élvezetes, tehát én azt mondanám, hogy olyan 10-11-től is a fölött érdemes elolvasni, bár nyilván a fiatalabbaknak sem tilos, illetve azoknak lehet nagyon érdekes ez a könyv, akik maguk is foglalkoznak az írással, érdekli őket, hogy hogyan lehet jó történeteket írni, és esetleg maguk is írnak saját történeteket. Tudom, hogy a Wattpad az például egy népszerű alkalmazás, és nagyon sokan olvastok, illetve írtok is ennek az alkalmazásnak a segítségével. Tehát ezúttal egy non-fiction könyvet hoztam nektek, mégpedig Stephen Kingnek az Írásról című művét. Ennek az az alcíme, hogy Értekezés a mesterségről. De ettől nem kell megijedni, ez nem egy száraz, tudományos értekezés, hanem egy nagyon is élvezetes, öniróniával, humorral, jó nyelvezeten megírt. Egy kicsit ilyen hibrid munka. Tehát félig önéletrajz, félig pedig tényleg arról szól, hogy hogyan érdemes történeteket írni, és aztán hogyan érdemes azokat publikálni, eladni, hogyan érdemes próbálkozni azzal, hogy az ember bekerüljön az irodalmi életbe, és találjon egy könyvkiadót. Egy pár szót beszéljünk a szerzőről. Stephen Kinget szokták a horror királyaként is emlegetni, nem csak azért, mert a családneve Kinget jelent, hanem tényleg azért, mert elsősorban horror, thriller regényekkel lett elismert. Ő egy nagyon-nagyon-nagyon híres, nagyon gazdag, nagyon népszerű szerző, hatalmas életműve van, most egyébként ugye a 70-es évei közepén jár. Ezt a könyvet bő 20 évvel ezelőtt írta. Tehát egy nagyon népszerű szerző, a horror meg a thriller mellett kedveli az ilyen mindenféle paranormális dolgokat, a science fiction, szóval ilyen nagyon, nagyon érdekes világ az övé, és egy nagyon félelmetes világ. Vannak horror rajongók, én magam nem tartozom a horror rajongói közé, én csak nagyon mértékkel fogyasztom az ilyen jellegű könyveket, meg filmeket. Én bőven elmúltam 40 éves, mire az Alien filmeket megmertem nézni, tehát én nem vagyok annyira rajongója magának a műfajnak, de azért Stephen Kingtől egy pár művet elolvastam, és ugye nagyon sok filmadaptáció is készült az ő műveiből, ezek nagyon hullámzó színvonalúak, vannak bűnrossz filmek is közöttük, de például az olyan klasszikusok, mint a Reményrabjai, vagy a Tortúra, vagy az Állj ki mellettem, vagy pár éve, hát nem tudom mennyire számít klasszikusnak, az című művéből is elkészítettek egy új adaptációt, tehát ezek mind Stephen King műveken alapulnak. Tehát azt hiszem nem túlzás azt mondani, hogy a 20. század végének, meg a 21. század elejének az egyik legfontosabb nemzetközi szerzője Stephen King. Nagyon érdekes a keletkezés története is ennek a műnek. Ezt 1997-ben kezdte el írni, amikor tényleg szeretett volna egyfajta útmutatót adni, meg összegzést adni az ő addigi karrieréről, akkor kezdte írni ezt a művet, elég lassan haladt vele egyébként, tehát nem érezte magát komfortosan ebben a szerepben, hogy ő szakmai tanácsokat adjon, és utána történt vele egy baleset, aminek következtében majdnem meghalt, 1999-ben elütötte őt egy teherautó, de úgy, hogy nagyon-nagyon sok csontja eltört, hónapokig tartott a rehabilitációja. Erről a könyvnek a végén elég részletesen és nagyon sodróan ír erről az élményről, hogy milyen volt átélni ezt az egészet. Szóval volt egy ilyen nagy cezúra, egy nagy törés a könyvnek az írásában, de utána pont ennek a szövegnek az írása volt az, ami segített neki visszatérni a hétköznapi élethez, a hétköznapi munkához, meg úgy egyáltalán a gyógyulását nagyban segítette ez a szöveg. És egyébként azóta is egy ilyen fontos útmutatóként tartják számon a írójelöltek számára. Tehát aki egy kicsit is szeretne irodalommal foglalkozni, annak ez egy ajánlott mű, de egyébként ha nem csak azoknak lehet hasznos, akik szép irodalommal akarnak foglalkozni, hanem bárkinek, aki szövegekkel tervez dolgozni, lehet az akár a marketing, a PR, a kommunikáció, hiszen például ezeken a területeken is a storytelling az most az egyik legnagyobb bölcsek köve, és mindenki storytellingen keresztül szeretné átadni az üzenetét. Magáról a könyvről még egy pár szót. Mint mondtam, ez egy hibrid szöveg. Tulajdonképpen három, vagy inkább négy nagy részre tagolódik. Az első, ez egy önéletrajz. Itt ez tulajdonképpen arról szól, hogy ez a Stephen King nevű ember hogyan vált íróvá.
Ő a keleti parton, Maine államban született, és nem volt egyszerű gyerekkora, az apja lelépett, az anyja egyedül nevelt őket a fiú testvérével, azt hiszem, hogy öt sem van, az anyja egyedül nevelt őket, anyagi gondok között, de azért volt közte egy ilyen nagyon összetartó és egy kicsit ilyen furcsa családi közeg. És már egészen kicsi korától rajongott a történetek iránt, a mozi iránt, tehát előszeretettel nézett horrorfilmeket, ilyen nagyon zsű kategóriás filmeket is akár, és egészen kicsi kora óta, tehát gyakorlatilag azóta, hogy tudott írni, írt is történeteket. Tehát először csak a meglévő képregényeit egészítette ki, aztán már az iskolában tulajdonképpen elkezdett publikálni saját történeteket. Na, tehát a könyvnek az első része az egy önéletrajz, egy nagyon érdekes önéletrajz. A második része maga az írásról szóló rész, ami tulajdonképpen nagyon praktikus, nagyon érthető, és szerintem nagyon józan tanácsokat tartalmaz azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jó stílusban, hatékonyan írni. Utána következik még egy rövidebb rész erről a balesetről, amit említettem, és a legvégén pedig van egy olyan szakasz, ahol gyakorlatban mutatja meg azt Stephen King, hogy hogyan lehet gatyába rázni egy szövegnek az első változatát. Tehát egyszerre egy nagyon érdekes önéletrajz, egyszerre pedig egy tényleg nagyon praktikus útmutató azzal kapcsolatban, hogy hogyan érdemes írni, hogyan érdemes a mondandónkat hatékonyan formába önteni. Azt hiszem, nem is nagyon lehet mást mondani erről a könyvről. Még annyit szerettem volna még esetleg említeni, hogy Stephen King egy kicsit lenézett szerző is, tehát ő nem a hoch irodalomnak a tagja, de ez nem baj, és ezt már mondtam is, hogy én nem is hiszek ebben, hogy van a magas irodalom, meg az alacsony irodalom, és nem csak ezt a könyvet érdemes elolvasni, hanem Stephen King regényeket is természetesen javaslom, hogy olvassatok, mert amellett, hogy nagyon hátborzongató, nagyon izgalmas, és sokszor nagyon sodró lendületű a történet, az a világ, amit ábrázol, az nagyon, nem tudom jobban összefogni, nagyon jól bemutatja azt az amerikai társadalmat, azt az amerikai világot, annak a mindenféle furcsaságaival együtt. Tehát egy szó mint száz, olvassatok Stephen Kinget, például ezt. Sziasztok!